Már több mint 2 millióan hagyták el Ukrajnát a háború miatt, egyetlen nap alatt pedig mintegy 12 000 ember lépett be Ukrajna felől Magyarországra. Ezzel meghaladta a 200 000-et a menekültek száma itthon. Továbbra is elsősorban nők és gyermekek érkeznek, de sok az idős ember is. A háború kezdete óta szerda délig 1755 Ukrajnából érkező ember elhelyezését koordinálta, szervezte a katasztrófavédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szerda déli adat szerint 551-en vannak befogadó helyen itt a térségben. Többségük családos, elsősorban nők és gyermekek. A területen a katasztrófavédelem folyamatosan együttműködik az önkormányzatokkal, társhatóságokkal, valamint a karitatív szervezetekkel. Bereg Surányban palacsintával, kézműves hamburgerrel és éjszakai szállással fogadják az ukrajnai menekülteket, ezekkel is enyhítve a menekülés okozta megpróbáltatásaikat. Tegnap éjszaka egészen pontosan 160-an éjszakáztak itt a Beregsurányi Művelődési Házban, illetve az iskola tornatermében, és még ennyien egyáltalán nem voltak. Ellenben mi azt látjuk, hogy nagyon rapszódikus, ahogyan megérkeznek a menekültek, mert hogy ugye a határról kisbuszokkal hozzák ide a segítségpontra őket, és hol jön kisbusz, hol nem jön, hogyha jön, akkor sokan vannak, akkor gyorsan kell ellátást biztosítani számukra, de van néha úgy, hogy tényleg ez a nyugalom sziget és a biztonság szigete, ahogy ez kialakul. Például hagyd mutassuk meg, hogy hogyan teszik kellemesebbé az érkezés pillanatait. A beregsurányi asszonyok összefogtak a Tisza-szigetiekkel, és tessenek megnézni a Tisza-szigeti katolikus plébános, itt súgnak nekem, katolikus plébános 18 sütőben süti a palacsintát, ami utána ide érkezik. Milyen palacsinta készült? Tessék már nekem elmondani. Turros palacsintát, nutellásat, kakaósat és különféle házi lekvárral töltött palacsintát kínálunk a ideérkezőknek. Köszönjük szépen, és a menekültek ebből is, ez tényleg melegen, frissen készül számukra, de meleg ételt is kapnak. Ott hátul, a háttérben például egy budapesti hamburgeres érkezett meg, aki kézműves hamburgereket készít a menekülteknek. Így fogadják itt Beregsurányban őket, és aztán meglátjuk, hogy estére hányan lesznek. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke hangsúlyozta, továbbra is az a kormány álláspontja, hogy segíteni kell a háború sújtott a szomszédos ország menekültjeinek, de továbbra sem szabad katonákat vagy fegyvereket küldenünk Ukrajnába. Éppen ezért ezen túl is várják a felajánlásokat és a segítőket. A pénzbeli adományokon túl továbbra is várjuk a természetbeni felajánlásokat. Ezek többnyire tartós élelmiszerek, esetleg gyermekpelenkák. És 3 helyszínen juthathatják el jószándékú segítő emberek. Az egyik kisebb mennyiségben szerte az országban megkeresve a 6 nagy karitatív szervezetet. A másik helyszín az itt a beregi helyszín, Aranyosapáti, és azért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert a segítségpontok megteltek. Onnan fogják föltölteni a segítségpontokat. Tehát kérünk mindenkit, aki jó szándékkal elindul, segíteni akar, Aranyosapátiba hozza, ne a segítségpontokra határ mentén, mert sokkal nagyobb nehézséget és bonyodalmat okoz annak az elhelyezése, kirámolása, az itt dolgozóknak, teljesítőknek időbeni lefoglalása. És mindamellett pedig nagyon fontos azt is tudni, hogy péntek reggeltől meg fog nyílni Biatormágynál, tehát Budapest közelében egy nagyon nagy raktár DHL-nek a telephelyén, és ez azért nagyon fontos, mert oda leginkább cégeknek a felajánlásait, tehát a nagyobb felajánlásokat várjuk. Ez a raktár is, tehát a Biatormágyi raktár is és az Aranyosapáti raktár is péntektől reggel 8-tól este 8-ig fog nyitva tartani, és várjuk azokat a felajánlásokat, amelyeket előbb elmondtam. Mindenképp meggyőző volt ENSZ közép-európai menekült ügyi biztosának, helyi vezetőinek a látogatása, amikor Beregsurányban, Tilki Attilával, ottani karitatív szervezetekkel
elsősorban a máltai szeretetszolgálattal, polgármesterekkel találkozott, láthatta a szervezettséget. Egyébként ugyanezt láthatta volna szerte az országban, és láthatta volna a többi segítségponton is. És mindenképp azt kell mondanom, hogy nagyszerű volt a benyomása, amit legalábbis nekünk jelzett, és ennek megfelelően elindítottunk egy olyan, mondjuk így, hogy pályázatot, olyan kérést, amelyet az ENSZ menekültügyi biztonságához kell benyújtanunk. Nagyságrendben 11 milliárd forintból fog összeállni ez a támogatás, aminek egy részét a 6 nagy karitatív szervezet kapja, másik részét pedig a magyar kormánynak a védekezésben való részvételére állítottunk be. A Nemzetközi Migrációs Politikai Fejlesztési Központ főigazgatója szerint a magyar hatóságok hibátlanul kezelik az ukrajnai háború nyomán kialakult menekültválságot. Mihály Spindele Gerab Beregsurányi Híd Kárpátaljáért segítségponton tett látogatása alkalmával elmondta, a delegációjuk egyelőre a menekültek fogadásának és ellátásának folyamatát tanulmányozza, annak érdekében, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani. Hangsúlyozta, egyelőre azt tapasztalják, hogy a hatóságok hibátlanul kezelik a helyzetet, illetve a civil szektor és a magánszemélyek is szenvedélyesen dolgoznak a menekültek érdekében. Hihetetlen ezt a segítségnyújtást látni, ami szép példája a szolidaritásnak, fogalmazott Mihály Spindeleggel. Éjjel-nappal hívható zöld számon segít a kormány az Ukrajnából menekülteken, jelentette be a kormány szóvivő a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra elmondta, a Magyarországról ingyenesen hívható 0680 310 310-es számon magyar, ukrán és angol nyelven kaphatnak tájékoztatást a számukra fontos témákban a háború elől menekülők.